Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szervusztok, gyerekek! Öröm, hogy most is az Úr igéjéről beszélgethetünk. Egy egyszerű történetet fogok nektek elmondani, egy szírofoníciai asszonyról és a kislányáról. Jézus Krisztus persze a főszereplő a történetben, ott lesznek a tanítványai, és őrőlük fogunk beszélni. A történet, amiről szeretnék beszélni, a kananeus asszony, vagy a szírofönícia asszonynak is nevezik, Máté evangéliuma 15. részében a 21. verstől a következőket olvassuk. Most felolvasom nektek az igét. Jézus azután elment egy városból, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánad kiáltott. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának eltévedt juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Tehát élt egy asszony Szidon vidékén kislányával. Valószínű, hogy a férje ott hagyta őket, és csak úgy kettesben éltek, vagy lehet, hogy elég korán meghalt a kislány apja, és így ketten volt az anya és a kislánya. Nagyon szerette a kislányát, minden nap dajkálta, cirógatta, kedves szavakat mondott neki, és volt, amikor a szatyorból anyuka, amikor megérkezett a piacról, hozott a kislányának finom banánt hozott, és akkor odaadta a kislány kezébe, a kislány lehúzta a banánnak a héját, és akkor szépen elkezdte enni, majszolni, csillogott a szeme, és mosolygott az anyjára. Anyja minden nap adott neki 3 banánt, egyet reggel, egyet délben, és egyet este. Nagyon szerette a kislánya banánt. Nem tudom, hogy ti szeretitek-e. Hát én is megeszem, hogyha kapok, de azért olyan nagyon nem töröm magam, hogy banánt tegyek. De ez a kislány nagyon szerette a banánt, és boldog kislány volt. Szép gyerekkora volt. Miért? Mert szerette őt az anyukája, és mindig törődött vele. Hogyha látta, hogy a kislánya szomorú volt, akkor vigasztalta, megkérdezte tőle: mi van, kislányom? A kisbarátnőid nem beszélnek veled, vagy mi van, vagy kiutáltak a gyerekek
maguk közül, és lenéznek téged. Az anyja minden nap törődött a kislányával, adott neki reggel a banán mellett még tejet is, finom kecsketejet adott neki. A kislány nagyon szerette a kecsketejet, és ő is beszélgetett az anyukájával, nagyon-nagyon kedvesen éltek ők együtt. Aztán hát egy napon, nem is tudjuk hogyan, de nagyon megbetegedett a kislány, és nem is tudom nektek elmagyarázni, hogy ez a bájos, ez a nagyon kedves, ez a mosolygós, ez a ragyogó szemű kislány egészen megváltozott, durcás lett, mogorván nézett, csúnyán beszélt, toporzékolt a lábával, oda csapott az asztalra. A matematika könyvet odavágta a földhöz és megtaposta. Összetörte a csészéjét, odavágta a szekrényhez. És az anyuka teljesen kétségbe volt esve, hogy hát mi történt az én kislányommal? Mitől vadult meg így? Hát nem így viselkedett. Hát olyan volt, mint egy kezes bárány. Az anyuka sírni kezdett. Hiába mondta, hogy kislányom, hát ne viselkedj így. Hát próbálj szépen, kedvesen beszélni. De hát ő megkötötte magát, egyre gorombább volt, és visszafeleselt az anyukájának. Ez a kislány azért lett ilyen, mert valami rossz elfoglalta a szívét. Azt írja itt Máté evangélista, hogy az ördög kínoszta őt. Az ördög kínoszta őt. Hú, tudjátok, hogy van egy nagy ellenfelünk, a Biblia gyakran Sátánnak, ördögnek nevezi, aki egy szellemi lény, és próbál az ember szívébe behatolni, és rossz gondolatokat elültetni a szívünkbe. A fülünkbe súgja, hogy ezt mondjad, hogy beszélj csúnyán, hogy káromkodjál, hazudjál. Hát megbetegíti valóban a kislányt a gonosz, az ördög. És vigyázzunk mi is, gyerekek, vigyázzunk a szívünkre, nehogy a gonosz oda valami rosszat súgjon, hogy ne csináld meg a házi feladatot, inkább reggel puskázz, ha bemész az iskolába, és ne fogadj szót anyádnak, ne menj haza időbe, csavarogjál egy kicsit. Szóval a kislány így megváltozott, és nagyon szomorú volt az anyukája. Elmondta a nagypapának, elmondta a nagymamának, tágra nyílt szemmel nézték őt, hogy mi történt ezzel a kedves kislánnyal. Hát a rossz beférkőzött a szívébe. És úgy alakult a dolog, amikor az asszony nagyon szomorú volt, hogy kint járt az utcán, és éppen akkor Jézus és a tanítványai arra jártak. Az asszony már hallott Jézusról, hogy milyen csodálatos Jézus, hogy Jézus tele van szeretettel, hogy Jézus mindenkinek segít, aki hozzá fordul. Jézus jó. Jézus csodálatos lény, az Isten fia, és úgy gondolta az asszony, hogy ott távolabb van Jézus, és utána fut, ahogy csak bírja, szedte a lábát, futott Jézus után, és kiáltozott, egyre hangosabban.
segítséget kért. Segíts! Segíts, Jézus! Segíts, Jézus! Az Úr Jézus pedig úgy tett, mintha nem hallotta volna. Ha, ez furcsa dolog. Nem állt meg, amikor az asszony kérte, hogy álljon meg, hanem ment tovább. Az Úr Jézus Krisztus az érdekelte, hogy ez az asszony igazán komolyan gondolja, amit kér, vagy csak oda kiabál neki, hogy tedd meg ezt, tedd meg azt, és aztán továbbáll. Hát az Úr Jézus próbára tette az asszonyt, hagyta, hogy kiáltozzon utána, és ment tovább. Nem állt meg. Az asszony végül utolérte Jézust, és nagyon fel volt indulva ez a szegény asszony. Folytak a szeméből a könnyek, izzadt volt, a zsebkendőjével törölte a homlokát, a könnyeit is próbálta felitatni a zsebkendőjével, és utolérte az Úr Jézus Krisztust, és hirtelen odaborult a Jézus Krisztus lába elé. Odaborult az Úr Jézus Krisztus lába elé, az arcát a földre tette, így megalázkodott, az arcát a földre tette, és sírve, zokogva könyörgött, hogy beteg a kislányom, gyógyítsd meg. És ez egy nagyon megdöbbentő dolog volt, és nagyon megható volt, hogy ez az asszony így könyörgött. Szerette a kislányát, ezért tudott érte imádkozni. Ugye? Hogyha szeretünk valakit, akkor általában szívesen imádkozunk érte. Ha nem szeretünk valakit, akkor hogy imádkozunk érte. Vagy még talán az is fennáll, gyerekek, hogy azokért se imádkozunk, akiket szeretünk. Ez az asszony imádkozott, leborulva. Milyen csodálatos így megalázkodni Jézus előtt, leborulni előtte. Az asszony kitartó volt, nagy volt a hite, nagyon nagy volt a hite. Hitte, hogy Jézus Krisztus Úr. Hitte, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hitte, hogy Jézus Isten az Atya küldte, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az asszonynak kitartó hite volt, nagy hite volt, ezért megdicsérte őt Jézus, és kedvesen meggyógyította Jézus a kislányát. Jézus szeretetből meggyógyította ennek az asszonynak a kislányát. És az asszony nagyon-nagyon boldog volt. Amikor hazament, akkor már úgy találta a kislányt, hogy nem fetreng, nem dühöng, nem tajtékozik, nem gonoszkodik, nem csapkolódik, hanem csendes. És szeretettel mosolyog az anyukájára, mint korábban. És nem hangoskodott, hanem szeretettel beszélt. Hát meggyógyult, ezért változott meg. Az Úr Jézus Krisztus, ami Urunk, aki él, aki feltámadott, aki velünk van minden napon, ő nekünk is segít, akár meg is tud gyógyítani a bajainkból. És Jézus ezt mondta ennek az asszonynak, ó asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És mikor Jézus ezt a szót kimondta, meggyógyult a lány. Az asszony pedig megérezte a szívében, hogy
hogy amit Jézus mondott, az igaz. Jézus mindig igazat mond.